Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Kunhegyes polgármesterét, Szabó Andrást. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a televízió és rádió nézőit különösen, vagy rádió hallgatóit különösen. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a kormány számos ponton több intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták Kunhegyes lakói mindezt? Hát mindenki a saját érdekében is nyilván ezek az intézkedések, ezek nagyon fontosak voltak, mindenkinek fontos az egészsége, a családjának, a barátjának és a többi. Mi hírlevélben minden lakásba elküldtük, tehát polgármesteri hírlevélben kétszer adtunk már ki. Az első volt, hogy milyen intézkedést hajtottunk végre március 16-án, a másodikban pedig éppen a kijárási korlátozásról tájékoztattam a lakosságot. Elindult a digitális oktatás. Milyenek a visszajelzések? Hát a digitális oktatásnál nyilván, hogy Kunhegyesen nem mindenkinek van erre lehetősége, hát az iskolákban jó, megy, 30 fő van olyan, akik postai úton, tehát levelezés útján tudják megszólítani, és nyilván a visszajelzés is az oktatásról a tanulóknak ezen keresztül történik. Amúgy a tanárok mindent megtesznek, nincs semmi gond, gördülékenyen megy, ennyi különbség van esetleg egy városi iskolában, hogy itt 30 tanuló van, akinek levél útján kell az információt elküldeni, illetve nekik visszaküldeni. Hogyan valósul meg a közétkeztetés önöknél? Hát a közétkeztetés nagyon sok szervező munkát igényelt. Itt ugye külön van a bölcső, de az óvoda, itt a óvodában senki, illetve az óvodában 100 fő körülbelül, aki 50 fő, aki kér, az általános iskolában 100 fő, és az öregeknél, az időseknél szintén 100 fő. Most ezeket az öregek napközotthonából azt mi hagyjuk ki a rászorultaknak, az óvodába az óvoda adja, az általános iskolába az általános iskola, de mi főzünk, tehát a óvodai konyhán történik a főzés. Eddig a tanulók, illetve a szülők hozták a étkészletet, azt feltöltlenítettük, és így vitték el. Jövő héttől megérkezik, megrendeltük ez az egyszeri étkezésre jogosító műanyag étkészlet, és már ezzel fog menni. Én úgy gondolom, hogy itt is rendben mennek a dolgok, ahogy jelentik a felelősök, mert nincs fennakadás. Az elmúlt napokban került bejelentésre ugye a kijárási korlátozás. A 65 évet betöltöttek adott időpontban mehetnek, látogathatják a boltokat és a egyéb életkorúak más időpontokban. Mennyire fegyelmezettek a polgárok e tekintetben? Hát beszámoltak róla. Ahogy jeleztem, a második hírlevélem ezzel kapcsolatosan ment ki minden lakoshoz, mert ugye nem mindenki tudja a digitális eszközt igénybe venni, és a polgárőrök is részt vesznek. Én úgy látom, hogy nagyon komolyan veszi mindenki, és az ellenőrzés is megfelelő szintű, a rendőrség és a polgárőrség részéről. Ilyenkor veszélyhelyzetben talán kiemelt fontossággal bír az, hogy F. Kovács Sándorral, a térség országgyűlési képviselőjével és a megyei közgyűlés elnökével, Hubai Imrével is állandó kapcsolattartásban legyenek. Így van, tehát folyamatos a munkakapcsolat, annál is inkább, mert jó, ezt elsősorban a kormány hivatal hozta létre, de segítséget
kérünk és kapunk, ez a felső légúti betegeknél új rendelőt kell létrehoznunk, ami nem kis feladatunk. Például ez a mai hónapi munkafeladatunk, hogy ezt létrehozzuk, amikor szükséges, rögtön tudják az orvosok itt a rendelést megtenni. Polgármester úr, megköszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, további jó egészséget kívánok mindenkinek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon. Viszontlátásra!